Itt, Szekszárd belvárosában, a Béri Balog utcában fényes nappal támadta meg az áldozatát a rabló. Egy pillanatig sem törődött azzal, hogy többen is látták, ahogy minden ok nélkül belekötött a padon ülő férfiba. Előbb csak ököllel ütötte, majd fejbe is rúgta. Ezután átkutatta a ruháját és elvette a pénzét, majd elmenekült. Nem egészen 20 perccel később már a rablót motozták át a rendőrök, pillanatok alatt fogták el. A sértett nagyon jó személyleírást adott az elkövetőről, ezért kollégáimnak rövid időn belül, pontosan 19 percen belül sikerült azonosítania és elfognia az elkövetőt. Rendőrök kísérik vezetőszáron a támadót, miután kihallgatták, a férfi a hétvégét már a fogdán töltötte. A férfit kollégáim gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A hétvégén a férfit a szekszárdi járásbíróságra tartóztatásba helyette. A szekszárdi férfit megtámadó majd kirabló gyanúsított, tettéért akár 8 év börtönt is kaphat.